Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez az Ammanban levő Citadella egyik pontja, mögöttem pedig Amman, amely Jordánia fővárosa, ebből következően pedig Jordániában helyezkedünk el ebben a pillanatban, amiből viszont azt következik, hogy ez a videó arról fog szólni, hogy milyen Jordánia fővárosa, de nem csak Ammanban leszünk, hanem megyünk majd vidékre, Petrába és a Vadirum sivatagba is, úgyhogy érdekel titeket ez a terület, akkor gyertek és tartsatok velünk! Azért Ammanból jelentkeztem be, mert ide megy közvetlen járat Budapestről. A repteret a királynőről nevezték el, mert hogy Jordánia királyság. Az ország annak ellenére békés, hogy a környékre ugyanez nem mondható el, nyugatról Izraelrel, északról Szíriával határos, de Jordániába jönni abszolút biztonságos, és mint ahogyan az majd a következőkből talán kiderül, meglehetősen ajánlott is. Amman nagy és egyre nagyobb lesz, különböző becslések vannak arról, hogy hányan élnek itt, most olyan 4 millió lakosra tippelgetnek. És már itt kapunk egy nagy dózist abból, hogy ez nem egy kőgazdag arab ország fővárosa, hanem láthatóan kevésbé módos, persze vannak prémium környékek, de Amman nagyja alapvetően szemetes, boros, lepattant, véletlenszerű, és ha mondjuk a Citadella tetejéről nézünk körbe, akkor jobbára sivár és nagyon ugyanolyannak tűnik minden irányban. De érdemes sétálgatni a különböző mintázatú és minőségű járdákon, ahol egyáltalán van ilyen, mert ha az ember beleveti magát a forgatagba, akkor egy csomó érdekességet talál, mint amilyen a Rainbow Street és a kis sikátorok csendessége, vagy a Bazár negyed nyüzsgése, de igazából még budapesti viszonyokhoz szokva is hosszú percekig lehet bámulni egy-egy kereszteződés forgalmát. Amman nem dúskál a nevezetességekben, noha eddigi történelme során számtalanszor elfoglalták, lerombolták, újraépítették, ennek ékes példája a Citadella, ahol különböző korok és kultúrák különböző maradványokat hagytak ránk. A rómaiak például Philadelphiának nevezték, ebből a korból maradt fenn a fórum és a színház is, ami annyiból praktikus, hogy ezek relatív közel vannak egymáshoz, de a Citadellán érdemes sétálgatni egy kicsit, egyrészt rengeteg római kori romot csodálhatunk meg, másrészt tök jól körbe lehet nézni felülről. A színházhoz konkrétan le kell sétálni a dombról, aztán már el sem lehet téveszteni, ezt is szépen megőrizték, van két kicsi kiállítás is benne, de azok valóban elég aprócskák. Viszont már itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha tényleg sok dolgot tervezel megnézni az országban, akkor utazás előtt vegyél egy Jordan Pass nevű terméket, amely ugyan nem lesz túl olcsó, de egyrészt tartalmazza a vízumot, másrészt pedig tényleg szinte mindenhová ingyen bele lehet vele sétálni, és ez, ha addig talán nem is, de Petrában azonnal megtérül. Mielőtt lelépnénk a fővárosból, áttekintjük kissé a táplálkozási ismereteket. Egyrészt a jó éttermek itt is drágák, magyar árszinten lehet kalkulálni. De talán nem érdemes spórolni, mert amit hoznak, az állati jó tud lenni, és szinte mindig bőségesen elegendő. A jordánok abban a hitben élnek, hogy ők jóval többet esznek, mint az európaiak, és ezt mintha állandóan bizonyítani akarnák az adagok mennyiségével is. Ami mindig van, az a humusz és a sajtból készült ételek, de amúgy a régióra jellemző konyhát viszik sok kebabbal, szőlőlevélbe tekert dolgokkal, rengeteg bárányjal és sóval tartósított savanyúságokkal, meg természetesen pitával. Bármit is mondanak, igazán klasszikus jordán konyha nincs, voltunk libanoni étteremben, na az csont ugyanaz, mint amit a dedikáltan jordán étteremben ettünk. Desszertben erősek, ott érdemes kísérletezni, a gránátalma, a pisztácia és a kókusz szinte mindenben előfordul, és ami talán meglepő egy muszlim országtól, de van alkohol is. Jordánia egészen pontosan 2 darab borászattal rendelkezik, ebből a legtöbb vélemény szerint a Jordan River a jobbik. Az ő boréttermükben is ellátogattunk, ahol Tarik volt a felszolgálónk, aki körbe is vezetett minket a helyen, és aztán végigkóstoltuk a komplett kínálatot. A bor drága amúgy, aminek baromi egyszerű oka van, öntözni kell a szőlőt, az pedig nem olcsó buli. Viszont egyáltalán nem rossz, büszkelkedtek is mindenféle díjakkal, de ez a tényleg csak harapnivalókkal felturbozott kóstoló elég magas árfekvésben mozgott. Viszont a költségek egy része visszajön abban a pillanatban, hogy hívsz egy taxit vagy inkább Ubert, filléres dolog így közlekedni, pedig a benzin hazai árszinten van.
és valamelyest muszáj is ezt az utazási formát használni, ebben a sok milliós városban nincs kötött pályás közlekedés, se metró, se villamos, csak buszok járnak, ha egyáltalán. Az autózás viszont nem csak az átlagember megoldása, a királyi család is lelkes autórajongó, amint egy múzeum is bizonyít, ahol elsősorban Hussein király életének fontos autóit lehet megtekinteni, ebből pedig volt elég sok. És mindegyik Verdához van sztori is, no meg minden alkalomra volt neki külön gépkocsija, hétköznapi üzleti, utazós, egy amivel a Vöröstengerhez ment, meg egy másik amivel ott krúzolt, meg volt direkte inkognitó autó is, amivel elvegyült az emberek között. És akkor még az ünnepségekre és az egyéb reprezentatív célokra vett luxusautókról nem is esett szó. Másnap aztán fölvettük a bérelt autónkat és elindultunk Dzserásba. Ez északra esik Ammántól és leginkább egyetlen dologról híres, óriási méretű római kori város maradványait fogjuk itt találni, elképesztő állapotban megmaradva. Nem is lehet eltéveszteni, akkora kapuval indul, ami messziről látszik, Hadrianus diadaléve azonban csak a felütése annak, ami belül vár majd ránk. A hippodrom, ami a kocsi versenypálya, is szépen megmaradt a diadalív mellett, innen pedig kis sétával jutunk el oda, ahol a Jordan Pass-t elkérik, aztán belefutunk az ovális fórumba, amely grandiózus terület, innen pedig többfelé is el lehet indulni. A fórum felett magasodik Zeus temploma, oda érdemes felmászni, mert kiváló látványt nyújt innen Dzserás, mellette pedig ott van a déli színház. Ami azért déli, mert van neki egy párja sok kilométerre arrébb, meglepő módon ezt északi színháznak hívják. Ezek között több úton is lehet sétálni, de a fórumról vezető oszlopokkal szegélyezett főút egészen fantasztikus, ráadásul még nincs is teljesen helyreállítva, csak úgy hevernek mindenféle több ezer éves oszlopfők az út mellett, hiszen Dzserás feltárása és helyreállítása még mindig tart, egy egészen nagy területnek még neki sem álltak. Innen fel lehet lépcsőzni Artemis templomához, ami szintén impozáns, kicsivel még fentebb pedig már a bizánci birodalomban emelt templomokat találjuk, amelyek a mozaikokkal kirakott padlójukról voltak híresek, és ezeknek egy része a mai napig eredeti helyén látható. Dzserásban órákig lehet bolyongani, az északi színházhoz már kevesebben sétálnak el, ahogyan az északi kapuhoz is, pedig érdemes. Ezután pedig beültünk a libanoni étterembe, és bevertünk egy akkora adag kaját, amit elvileg csak a jordánok tudnak. A következő napon alapvetően a Holt-tengert óhajtottuk felfedezni, volt egy kis kalamajka a bérautóval, de a reptéren adtak egy másikat, így viszont a sivatagos hegyek között kanyarogva közelítettük meg a helyszínt, ami egy egészen szuper út. Lett volna, ha nem öntötte volna el a szemét teljesen a környéket, és ez sajnos nem egyedi eset, szinte mindenhol ez a jellemző, ami roppant módon kiábrándító. A Holt-tenger viszont nem az, a fővároshoz közeli részeken vannak mindenféle üdülők, de mi azokat elkerültük, kb. Középtájon érkeztünk a partra, és elkezdtük vadászni, hogy hol lehetne fürdeni. Ez jellemzően tilos, meg ha nincs zuhany utána, akkor nem is túl egészséges, de aztán találtunk egy félig kész üdülőt, ahol némi pénzért mind a fürdés, mind pedig a zuhany összejött, és ez állati vicces. A Holt-tenger vize annyira sós, hogy nem is nagyon élnek benne élőlények, csak a legalján, emiatt viszont nem lehet benne elmerülni, az ember csak lebeg a tetején, ez roppant szórakoztató. De a fejedet beneted, mert kávé megvakulsz, egy csepp víz is fél órán át tartó könnyezést eredményez, plusz azt is mondják, hogy hát 20 percnél tovább inkább ne úszkáljál, mert kicsi rosszat tesz a bőrnek. A Holt-tenger 8-szor sósabb, mint a többi tenger, plusz ez a világ legmélyebben fekvő szárazföldi pontja, a víz szintje olyan 420 méterrel van a tengerszint alatt, ez egyre csökken egyébként, mert a Holt-tenger apad minden nemzetközi erőfeszítés dacára évente majdnem 1 métert. Innen egy titkos tipp nyomán indultunk tovább a Wadi bin Hammad kanyonjába, ami a térképen is rossz helyen van megjelölve, de ha már odáig elértünk a durván kanyargós úton, akkor csak még egy kicsit kell menni, és egyszer csak ott lesz egy faház, meg néhány arc, aki csinálja a semmit. Az egyikről kiderült, hogy túravezető, úgyhogy adtunk neki pénzt, és mindannyian elindultunk a patakmederben. Igen, vigyetek olyan cipőt, amivel ez nem gond, mezitláb nem lehet megcsinálni, hogy az ember egy sziklafalak között csörgedező, valószerűtlenül tiszta patakban térdig gázolva halad jó másfél órát, egyik ámulatból a másikba esve. Thank you.
mert egészen hihetetlen, hogy a totál kopár sziklák között megbújva van egy ilyen patak, nyilván itt kivételesen bújja a növényzet, és hát leginkább van növényzet, ami a környékről nem mondható el. Egy ponton még egy létrát is elővarázsolt az emberünk, hogy a vízesés mellett lemásszunk. A patakvíze egyébként langyos, nyilván figyelni kell, hogy hova lép az ember, de azért ez nem egy különösebben megterhelő kis túra. Egészen remek volt, rajtunk kívül egy lélek nem járt arra, egyetlen probléma van csupán, hogy végtelen számú légy van a kiinduló pontnál, amiket még kilométerekkel arrébb is hajtottunk ki a kocsiból, de ennél soha ne legyen nagyobb problémánk. No, ha idáig kitartottatok, akkor most jönnek az eddigieknél szájtátósabb részek, először is Petra. Petra az beszarás. A világ hét új csodájának egyike, ez baromira indokolt is, induljunk is el befelé, de közben azért pár dolgot nem árt tudni. Egyrészt Petra óriási nagy. Oké, ha rákeresel, akkor meg fogod találni a klasszikus képet a Treasury nevű homlokzatról, amit mindenki megnéz és valószínűleg ismer, de Petra nem egy darab ilyen, hanem sok-sok hasonló van egy irgalmatlan méretű területen. Petrát a nabatárusok alapították idős számításunk előtt 5-600 évvel, és egy virágzó kereskedelmi központot hoztak létre itt, ahová még a vizet is bevezették, itt látszik a fajba vájva, hogy honnan jött befelé. Eleinte nem annyira izgi, de aztán ahogyan összeszúkul a kanyon, úgy lesz egyre döbbenetesebb az egész, hogy aztán egy jó fél órányi séta után belefussunk a leghíresebb homlokzatba. Igen, adódik a kérdés. Belül ez sokkal kisebb, nincs a díszes kapuzat mögött valami brutális terem, ide speciál be sem lehet menni, de jártunk egy csomó másikban. A turisták mondjuk fele idáig jut el, ők nem járnak jól, mert nem csak érdemes, hanem kb. Kötelező is tovább menni, hogy az ember eljusson egy nagyobb völgybe, amely igazából a központ volt. A nabateusok sokáig bevehetetlen várost csináltak, de aztán a római birodalomnak nem tudtak ellenállni, de volt egyfajta autonómiájuk, viszont a római építészet itt is tetten érhető. Van nyilván színház, ami azon kevés római kori amfiteátrumok egyike, ahol nem épített, hanem sziklából kifaragott széksorok vannak. Ezen a középső részen aztán visszaköszön valami Jarás világából is, oszlopokkal határolt főút, római templom, ami az egyik első épület volt Petrában, amit nem egy sziklából alakítottak ki, és amikor már azt gondolnád, hogy elérnél a végéhez, akkor még van egy kényelmes tempóval majdnem egy órás lépcsős kanyargós homokos ösvény felfelé, hogy elérje a Manasteri nevű helyhez, amit tekinthetünk az ismert Petra végének, de ez 6-7 kilométerre van a főbejárattól. De nem csak egyenesen lehet végigmenni Petrán, hanem vannak oldalágak is. Mivel a város egy szurdokban van alapvetően, illetve egy völgyben fekszik, ezért ha letérünk a főútról, akkor számítsunk arra, hogy elég kaptatós lesz a történet. A déli mellékvágány felvisz valami egész komoly magasságba, onnan lehet szerteszínit nézelődni, hogy aztán a másik oldalon lefelé ereszkedve megint belefussunk egy csomó kevésbé díszes és méretben is kisebb épület homlokzatba, pár macskába, kecskébe, kóborkutyába és jóval kevesebb turistába, mint amit egyébként Petrában hömpölyög. A másik északi túra még ennél is combosabb, kb. Megkerüljük azt a sziklafalat, amin ezek a homlokzatok sorakoznak egymás mellett, és nyilván ezekhez is érdemes odasétálni. Aztán a másik oldalon egy irgalmatlan hosszú lépcsőn elindulunk felfelé, egy bizonyos ponttól már elő-elő bukkan Petra központja is odalent a nyüzsgő emberekkel és a színházzal, aztán mint egy laza másfél óra múlva elérünk az út végéhez, ahonnan le lehet nézni a Treasury-re. És ezért a látványért bizony megérte.
egész percről döbbenetes látványosság, csak azért nem mondom, hogy hibátlan, mert az őslakosnak számító beduinok számomra elrontják az élményt az állandó tukmálásukkal és az elképesztően igénytelen sátorszerű tákolmányaikkal, ahol full gagyú szivonírokat árulgatnak. Ez amúgy egy hosszabb történet, és egy másik videóban kicsit kifejtem, a leírásban megtalálod a linket. Petra mellett egy házat, illetve abban két szobát béreltünk egy arab fickótól, aki amúgy tanár és két hónapja tanul angolul, szóval volt némi kommunikációs nehézség, de igazán jó vendéglátó volt az ember, akinek a felesége csinált nekünk vacsorát roppant olcsón, igen, ez csirke és karfilos rizs, aztán előkerült a lokál desszert is, a végén pedig a sisa. Jordániában a nők sisát tolnak, a férfiak pedig cigiznek, mint a kémény. És ezt követően még délebre mentünk, mert várt minket egy kétnapos sivatagi túra Vadirumban. A sivatag szélén kialakult falu a szokásos jordán lepattantságával nem túl szívderítő, de itt ledobtuk a saját autónkat, gyorsan kipakoltunk az éjszakához szükséges cuccokat a bőröndből, és átültünk erre. Igen, ez egy 20 éves Toyota Hilux, átalakított platóval, itt alapvetően ilyenekkel járnak, néhány Mitsubishi és Nissan is felbukkan, de a Toyotára esküsznek, abból is a 2000-es évjárat előttire, mert később túl sok lett a műanyag, ami törik. Vannak szép számmal a jordán hadsereg számára készített, még klasszikusabb Toyoták is, ezeket a mai napig gyártják az országban. Túravezetőnk egy igazi helyi beduin csávó volt, roppant nyugodt fickó, a túrás cég vezetője pedig Salman, ő csak este csatlakozott. A terv az volt, hogy az első nap végigjárjuk terepjáróval azokat a helyeket, amelyeket mindenki végigjár, másnap pedig egy kis túrázás nézett ki. A Vadirum sivatag állati jó hely, egyrészt itt nincs szemét, mert a helyiek nagyon vigyáznak erre, hiszen ebből élnek. Másrészt, ha azt gondolod, hogy a sivatag unalmas, akkor ez egy óriási tévedés, a sziklákkal szabdalt táj óriási méretei önmagukban is lenyűgözőek, és egy csomó olyan megállóhely van, ami tényleg fantasztikus. Az első pont egy sziklafal alatt volt, amely arról híres, hogy itt van víz, amit le is vezettek a föld szintjéhez, itt forgatták a filmet Anno arábiai Lawrence-ről is, aki egyébként is itt tevékenykedett, még elvileg a házának a romja is megvannak. Illetve ez volt az utolsó pont, ahol még lehetett fogni némi térerőt, innentől két nap totál offline az ember, ami egyáltalán nem baj. A telefonunkat csak a fotózás és a videózás miatt vettük elő. Voltunk homokdűnőben talpalni mezitláb, ami tök meleg volt, már-már forró, a cipőt pedig mindenki ledobta a dombocska alján. Aztán elmentünk a Kazali kanyonhoz, ami viszont egyszerűen túl szűk ahhoz, hogy ne szoruljanak bele a látogatók, de ez pont ezért volt kissé vicces. Majd megnéztük az Unfrost Rogue Bridge nevű formációt, ami tényleg egy szikla tetején levő hídszerű képződmény. És utána lassan közeledett az ebéd ideje, amiről csak azt tudtuk, hogy lesz, de hogy miképpen fog megvalósulni, arról fogalmunk sem volt. Guide-unk egy ponton letért a láthatóan korábban kitaposott útról, és egy nagyobb szikla mellé terelte az öreg Toyotát, ott kiszálltunk, azzal kezdte, hogy előrántott egy jókora gyékényt, leterítette, aztán bejelentette, hogy most főzni fog. És a Hilux hátuljából előkerült minden, ami szükséges, gázfőző, konzervek, tálak, víz, evőeszközök, aztán elkezdett hosszan matatni, majd egyszer csak megszületett a táplálék, amely rengeteg pitából, humuszból, tonhalból és valami lecsószerű cuccból tevődött össze, nyilván nem ez volt a gasztronómia csúcsa, de azért a sivatag közepén ez nem is volt elvárás, viszont állatira jó élmény volt ilyen környezetben táplálkozni. Aztán a srác elmosogatott, összepakolt, és mentünk is tovább megnézni a mushroom sziklát, gondolom tök egyértelmű, hogy miért ez a neve, átsétáltunk még egy kanyonon a homokban és a sziklák között, megvártuk, míg az emberünk le tudja a kötelező imádkozási szertartást, arábiai Lawrence hajdani háza mellé is eljutottunk, ahol ezek az egymásra rakott kövek számítottak attrakciónak, és persze a kilátás, ami kb. Megunhatatlan. És amikor már látszott, hogy itt hamarosan naplemente lesz, akkor a megfelelő helyszínt is keresgéltük picit, még végül egy kisebb sziklára kaptattunk fel, ahonnan pont nyugat felé igen impozáns táj tárult elénk, itt pedig meg is vártuk a rendezvényt. De ezzel nem volt vége a napnak, mert most jött az izgalmas fázis, mentünk a beduin táborba alukálni, sátrakba. Több ilyen tábor is van a sivatagban, a miénk az egyik legeldugattabb ponton volt. Szerencsére nem ezt a laticel hálózsak vonalat jelenti a beduin szállás, hanem négyszögletes sátrakból áll, van bent egy francia ágy és kb. Ennyit tud. A táborban mindezeken felül akad egy közösségi helyiség tűzrakóval és asztalokkal, padokkal, egy fürdőszoba, ami a sziklára tartályból vételezi a vizet,
valamint egy napelemből, ami az áramot szolgáltatja. A sátrakban csak egy villanykörte lóg fentről, de a közösségi helyiségben volt konnektor, hogy fel lehessen tölteni azokat a termékeket, amelyekkel ez a videó is készült. Eleinte csak 4-en voltunk, némi éneklés és társalkodás után viszont megjött 25 dán fiatal, ami ijesztőnek tűnhet, de tök jó arcok voltak és kulturáltak is. Izraelből jöttek át egy cserevakáció kapcsán. Elkészült a Baduin vacsora a földbeásott két órán át sülő csirkéből, és a szokásos jóságokat lehetett választani köretnek. Mindenki burkolt, aztán számon elkezdte csinálni a hangulatot, és konkrétan Baduin táncot oktatott 25 dán középiskolásnak nagy sikerrel. Aztán rövid úton takaródó következett. Leginkább azért, mert másnap reggel 8-kor már aktívan táplálkoztunk, és kisvártatva elindultunk a Burda Bridge felé. Na ez már az a terület, ami egyrészt kiesik az általános útvonalak közül lokációs szempontból is, másrészt az egynapos hivatagi terepjározásba nem fér bele. Mert megérkezel a Szikláshegy aljához, és onnantól jön kb. Két órányi mászás. Eleinte még csak-csak megúszod, hogy kézzel lábbal kapaszkodj, aztán elkezd durvulni a terep, miközben haladunk fölfelé, egyre többször van olyan, hogy a túravezető mutogatja, hogy miután hova lép és hol kapaszkodj közben, egyre több helyen vannak kötelek a falba erősítve, aztán a legvégén már konkrétan sziklamászol, ami nekem igen markásan túllép azon a szinten, amit magamtól bevállalnék. Ha egy elcsépelten ostoba kifejezést akarnék használni, akkor azt mondanám, hogy túl van a komfortzónámon, de hát pont azért van ilyen zónám, mert abban érzem jól magam. Viszont utólag azért nagyon jó élmény volt, ráadásul a Burda Bridge tényleg látványos dolog, bár tériszonyosoknak némiképp ellenjavalt. Ám ha már idáig felküzdötted magad, akkor túl vagy egy csomó neccesebb ponton, szóval már kvázi mindegy is. Lefelé nyilván gyorsabb volt az út, aztán keletkezett még egy ebéd az ismert gyékényen, de ezúttal már hidegtáv formájában. Végül visszajutottunk a saját kocsinkhoz, amivel már csak annyi dolgunk volt, hogy sok órás, a már megszokottan szürreális jorgalomforgalomban való vezetéssel a fővárosba érkezzünk, mert sajnos... No, hát mennyi fért bele nagyjából 8 nap Jordániába, most már azonban a hotel előtt állok, ahonnan a reptérre megyünk Ammanban ismét. Leadjuk a fantasztikusan szuperálló második bérautónkat, mert az elsőt vissza kellett adni, mert annak nem működött a fényszórója. De ezek apróságok, összességében Jordánia a remek hely volt. Remélem, hogy tetszett a videó, és tudtam benne érdekes dolgokat mutatni, és aki Jordániába tervez utazni, az talán kedvet kapott hozzá, és ebből a videóból is tud táplálkozni olyan szempontból, amiket érdemes megnézni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és ha hasonló videókat szeretnétek még látni, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Köszönöm szépen, sziasztok!